Én nem tudom, hogy emberek, amikor itt gyerekük születik, akkor mit gondolnak, hogy, hogy az egy ilyen használati tárgy, vagy hogy, hogy ilyen muszájból oda az élet, hogy nesze, viseld el, aztán nem kell rá vigyázni, mert indítom a videót, jó, hogy lássátok, hogy miről van szó. Nem látni, most mindjárt ráközelítenek majd, hogy egy robogóval ott áll egy fickó, és mögötte ott egy gyerek, de rá van hevederrel kötve a fickóra. Természetesen nem normális sisak van a gyerekem, mert miért lenne valamit ott leejtettek, valami almák el, elgül... hogy <laughs> náci rohams van az emberem, vagy mi az. Hanem ilyen hülye gördeszkás, semmilyen sisak, a gyerek homlaka kint van. Nem egy nagy gyerek, de azért amikor azt így, az, hogy a gyerekedet viszed a faluba, az utcába, kicsit, pötyörök, izé minden. Mm. De, de ezt így, egy forgalomba, magadra szíjazva, hogy ez semmi norma, Én nem tudom. én, én ez, Amikor ilyeneket látok, én hülyét kapok, hogy 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 ennyit nem ér a gyereketnek a biztonsága, hogy nem kell, hogy hibáz elbasznak szerint. Á, nem tudom. Mi a, mi a véleményetek erről? Mert én ettől kiakadok mindig, amikor ilyeneket látok, amikor egy ekkora kicsi gyereket beletesznek egy olyan kényszerhelyzetbe helyzetbe, hogy, hogy nem jó. Szerintem nem jó. Kirchenstrasse, ez valamikor valami Németországban van akkor ez. hátamon föláll a szőr, amikor ilyet látok.